Tömeg nem volt, de szép számmal látogatták meg a nyitvatartó üzleteket a vásárlók a boltzár eltörlése utáni első vasárnap, és kivétel nélkül örültek, hogy újra szabad a vásár. Az Országos Kereskedelmi Szövetségnek egyelőre nincs pontos adata arról, hogy hány üzlet nyitott ki ma, de annyi biztos, a rendkívül rövid határidő még a nagy láncokat is próbára tette. Egy hónappal ezelőtt a boltzár évfordulóján még így nézett ki az egyik budapesti hipermarket parkolója. Ezen a vasárnapon minden megváltozott, ugyanennél az áruházláncnál a parkoló megtelt. Csapódik a kocsi ajtó, ürül a bevásárlókocsi. Sokan kihasználták az első olyan vasárnapot, amikor kinyithattak az üzletek. Volt, aki csak azért jött be, mert épp szüksége volt még valamire. Ablaktörlőt próbálunk kocsihoz, csak még nem tudjuk, hogy milyen kell. Más pedig inkább az időt töltötte a kényszerszünet utáni bolti nézelődéssel. Nem, még nem tudjuk, de jól esik jönni, mászkálni. Hiányzott a vasárnap? Nekünk igen. Igen, ez egy program, sajnos. Úgyhogy most is kicsi alszik, nagyjal meg el vagyunk. Ásványi, a papírok, van tej, virsli. Másnál a nagy bevásárlás sem maradt el, ezt többen kifejezetten mára időzítették. Én nagyon örülök annak, hogy újra kinyitottak a boltok, bár annak annyira nem örülök, hogy így a kormánynak a döntése volt, mert nekem az a véleményem, hogy a népfogadás azért nem ártott volna megtartani az ügybe. Már csak azért is, mert egy teljesen tipikus megfutamodása volt a kormánynak. Ebben a kisboltban ma már érezhetően kisebb volt a vasárnapi forgalom, mint a boltzár egy éve alatt. Itt múlt héten még a tulajdonos szolgált ki. Ma viszont már nem kellett bejönnie az üzletbe. A boltzár visszavonása ugyanis egyebek mellett ezt a rendelkezést is eltörölte. Az éjszakai zárvatartás tilalma is megszűnt, hiszen a boltzár időszakában éjszaka sem lehetett nyitva tartani, csak a 200 négyzetméternél kisebb üzletek esetében, ha a tulajdonos segítő családtag állt a pult mögött. A pirosbetűs ünnepeken, ahogy megszoktuk, továbbra sem lesznek majd nyitva az üzletek. Azt azonban még nem tudni, kik fognak majd a megnövekedett nyitvatartási időben kiszolgálni. A kereskedelmi alkalmazottak ugyanis úgy tűnik, nem akarnak.